Biztos jövőkép Palaska József tanácsadó szerint. 15%-kal drágul a tömegközlekedés jövőre. Karácsonyi ünnepség az idősek bentlakásos otthonában. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, jöjjenek a részletek! Nyugodtak lehetnek az önkormányzatok, a dolgozók és a beszállítók is a mátrai erőmű tulajdonos váltását követően, mondta Valaska József, a társaság korábbi igazgatósági elnöke, aki 23 éven át vezette a céget. Újra magyar többségi tulajdonban van a mátrai erőmű, közölte tegnap az Opus Global NRT az adásvételi szerződés aláírását követően. A Mészáros Lőrinc érdekeltségű társaság tulajdonában lévő Stratis Energy magántőke alap és egy cseh holding által közösen alapított vállalat 50-50%-os tulajdoni hányadban vette meg a mátrai erőmű közel 73%-át. Valaska Józsefet a magyar tulajdonos tanácsadónak kérte fel, hogy segítse az átmenetet, nyilatkozta televíziónknak. A német tulajdonosok kivonultak a mátrai erőműből, az ő többségi részüket vásárolta meg egy magyar cseh befektetési csoport. A tulajdonosváltás jó néhány hónapot vesz igénybe, mondta Valaska József, egykori igazgatósági elnök, aki tanácsadóként segíti az átmenetet. Ezt az ügyletet engedélyezni kell a Magyar Energiahivatalnak, a Magyar Versenyhivatalnak és az Európai Unió versenyhatóságának is. Ez egy átmeneti időszak. Nem tudjuk, hogy meddig tart, minimum 3 hónap, tehát minimum 90 napos ügyintézési határidők vannak. Itt az Európai Uniós engedélyezésnek az átfutási idejét azt nem lehet látni. Azt követően történik meg a zárás, akkor fizetik ki tulajdonképpen a vevők a vételárat. A mátrai erőműnek továbbra is jelentős szerepe lesz az ország villamosenergia ellátásában, a piaci pozíció javulhat és dinamikus fejlődés indulhat el, mert szakmailag felkészült befektetőcsoport vásárolta meg az erőművet. 2025-ig szóló engedélyek meghosszabbítására is lehetőség van, hiszen 2029-ig a Mátra szerepel a magyar energiapolitikában, ami az atom, a szén és a megújuló energia hármasra épül, mondta Valaska József. Nem lehet nélkülözni az erőművet, mert jelenleg 30% az import részarány. Így hazánk második legnagyobb erőműve továbbra is biztos jövőt és megélhetést jelent a több mint 2300 munkavállaló számára, tette hozzá szakember. Nyugodtak lehetnek az önkormányzatok is, a dolgozók is, és a beszállítók is, mert nagyon nagy ám a beszállító állománya a Mátrának. Azért azt kell látni, hogy a Mátrának közel 100 milliárdos forgalma volt évente, amely forgalomnak a nagy részét a tartalékok kivételével tulajdonképpen bérként, anyagként, alkatrészként, eszközként itt szerezte be a környéken dominánsan, tehát 100 000 szállal kötődik gyakorlatilag a indirekt módon a környezetéhez. Az eladás során a Mátra Energy Holding tulajdonába kerül a visontai telephelyén 7 blokkal működő villamoserőmű, a hozzátartozó ipari park, az ország legnagyobb 16 megawatt összteljesítményű, több mint 72 000 panelből álló naperőműve, továbbá a külszíni fejtésű lignitbányák Visontán és Bükkábrányban. A Magyar Villamos Művek ZRT a Mátrai Erőmű ZRT-ben meglévő 26,15%-os részarányát megtartja. 15%-kal emelkednek a helyi tömegközlekedés tarifái jövőre Gyöngyösön. Egyebek mellett erről is döntött csütörtöki ülésén a város képviselőtestülete, amely gyöngyösi fiatalok a közösségért elismerésben részesítette televíziónk munkatársát, Nagy Réka Emesét. A képviselőtestület egy évvel meghosszabbította szerződését a KMKK Közép-Kelet-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT-vel, amellyel több fordulóban tárgyalt a helyi járatú autóbusz közlekedés átalakításáról, annak fenntartása ugyanis évek óta túl nagy terhet jelent az önkormányzatnak, miközben a járatok jelentős része alacsony kihasználtsággal működik. A képviselőtestület a szerződés meghosszabbításával egy időben a menetdíjak emeléséről is határozott, így 2018. január 1-től 15%-kal emelkednek a jegy- és bérletárak a helyi járatú autóbuszokon. A következő évben 6 alacsony kihasználtsággal működő járat szűnik meg a városban, később pedig további racionalizálás várható.
Ezeket egy részletes utasszámlálás adatai alapozzák majd meg, és a közlekedési társaságtól is várnak javaslatokat. A képviselőtestület úgy döntött, pályázatot nyújt be az Európai Unió Wi-Fi 4EU elnevezésű programjához, amelynek célja, hogy Európa szerte ingyenes szélessávú internet hozzáférést biztosítson a lakosság és a turisták számára. Nyertes pályázat esetén az önkormányzatot csak a fenntartási és üzemeltetési költségek terhelik, amely a 3 éves fenntartási időszak egészére vetítve mintegy 10 millió forintot jelent. Az ingyenes wifi pontok helyszínét később jelölik ki, a pályázat kiírása 2018 elejére várható. Kitüntetések odaítéléséről is döntöttek a képviselők. A Gyöngyösváros kultúrájáért kitüntetésből minden évben 2 ítélhet oda a testület. Az egyik elismerést megosztva kapta meg Fehér Miklós és Adamik Miklós fotóművész, mellettük Gyurosovics Pető Csilla, a Gyöngyösi Játékszín vezetője, rendezője veheti majd át a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezendő városi ünnepségen. A gyöngyösi fiatalok a tudásért elismerésre a Grémium Görbe Tamást, a Berze Nagy János Gimnázium és a Szegedi Tudományegyetem volt hallgatóját találta leginkább érdemesnek. A gyöngyösi fiatalok a művészetekért elismerésben Szendrei Dávid Pétert, a Pácai János Katolikus Zeneiskola növendékét részesítette a Grémium, míg a gyöngyösi fiatalok a közösségért kitüntetést Nagy Réka Emese, televíziónk szerkesztője, számos karitatív program elindítója veheti majd át a Városi Diáknap alkalmával. Az idei év utolsó ülését tartotta meg a kistérségi társulás, ahol elfogadták a belső ellenőrzési és a jövő évi munkaterveket. Zárt ülésen a méltányossági kérelmekről is döntöttek, valamint felmerült az is, hogy a 16 és 24 órás ügyeletben dolgozó orvosok bére méltánytalanul alacsony, ezért a jövő évi költségvetésnél tárgyalnak majd arról, hogy tudnak-e emelni a hozzájárulásokon. Utolsó ülését tartotta ebben az évben a kistérségi társulás, ezúttal is több napirendi pontot tárgyaltak az érintettek. A belső ellenőrzési tervet fogadtuk el a kistérség vonatkozásába és a mikrotérség, orvosi mikrotérségnél is, és ugyancsak ennek a két társulásnak a jövő évi munkatervét. Illetve még zárt ülésen méltányossági kérelmekről döntöttünk, ugye ez a Gyöngyöst érinti, itt különböző szociális ellátásoknál, szociális étkezésnél, idős bentlakosoknak, klub, ilyen, ezeknél merül fel méltányossági kérelem, otthonápolás, stb. Ezeknél minden pozitív irányba döntöttünk, tehát elfogadta a társulás. Az ülésen felmerült az is, hogy a 16 és 24 órás orvosi ügyeletben dolgozó orvosok bére méltánytalanul kevés, ezért béremelést szeretnének. Szeretne emelni az orvosi ügyelet, 3000, 3500, 4000-es javaslatok hangzottak el. Ez Gyöngyös esetében azt jelenti, hogy a mostani 10 milliós támogatás 35 millióra emelkedne. Hát a testület majd a jövő évi költségvetésnél fogja tárgyalni, és hát a többi településnél is azt jelenti, hogy duplázódhat a hozzájárulás. Kérdés az, hogy ezt anyagilag bírják-e a települések. Megfogalmazott az is, hogy éljünk egy felterjesztéssel a kormány felé, hogy próbáljanak segíteni, mert nem csak mi vagyunk ebben a gondban, mert ma ez az orvosi ügyeleti díj ez nevetségesen alacsony. Hogy az emelést tudják-e ilyen mértékben finanszírozni, azt minden testület a jövő évi költségvetésnél dönti majd el, tette hozzá Hisz György. Folytatódnak a munkálatok annak érdekében, hogy turisztikai régióvá sikerüljön minősíteni a Mátrát. Horváth László országgyűlési képviselő ma sajtótájékoztatón jelentette be, hogy szerdai ülésén pozitív döntéseket hozott a kormány a témával kapcsolatban. A Magyar Turisztikai Ügynökségnek február 28-áig kell a kormány elé terjeszteni a Mátra és a Bükk kiemelt turisztikai fejlesztési térségé nyilvánításáról szóló előterjesztést. Horváth László sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a Bükk a Mátra szövetségese lesz a jövőben. Tokaj, Felső-Tisza és a Nyírség együtt nyert el a turisztikai fejlesztési, kiemelt turisztikai fejlesztési térség címet, illetve a legutóbb Debrecen, Hortobágy és a Tiszató együtt került nevesítésre. Ugye a turisztikai szakmai szempontból a Mátra és a Bükk kezelhető együtt, és én azt gondolom, hogy a Mátra és a Bükk azok egymásnak nem versenytársai, hanem olyan értékei vannak, amelyek erősíteni tudják egymást. A kiemelt turisztikai térségi nyilvánításért kezdett el dolgozni a májusban létrehozott Szövetség a Mátráért mozgalom.
Pozitív elbírálás esetén a Mátra térségében számos fejlesztés valósulhat meg a jövőben. Sor kerül a kékestető turisztikai és sportcélú fejlesztésével foglalkozó koncepció kidolgozására is. A kormány ezt is a jövő év első felében tárgyalná. Létrejöhet egy 4 évszakos kabinos felvonó Mátraháza és a kékestető között. Ki lehet építeni és fejleszteni lehet a kékestető vízellátását. Ezzel tudjuk a síturizmus számára, a hóbiztos napok számát növelni egy hóágyus rendszer kiépítésével. Másrészt pedig a víz kapacitás bővítésével lehetőség nyílik a kékeshetőn szálláshely bővítésre. Mindezek mellett rehabilitálni szeretnék a Csúcskő környékét, valamint korszerűsítenék és új turisztikai szolgáltatásokkal bővítenék a tévétornyot, valamint korszerűsítenék a jelenleg használaton kívül álló parkolót Mátraházán. Az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére tart akciót a hétvégén a rendőrség. A gépjárművek fokozott közúti ellenőrzését a Tiszpol műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján december 15 és december 17-e között tartják Magyarország egész területén. Karácsonyi ünnepséget tartottak az idősek bentlakásos otthonában, ahol a lakókat az intézmény udvarán egy hangulatos műsorral, a nagy teremben pedig zenés összeállítással lepték meg. A meghitt hangulatú rendezvényen ajándékot is kaptak az otthon lakói. Minden ember szeretettel borult földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a messiás boldogságot szokott hozni. Adi Endre Karácsony című verseny nyitotta meg az idősek bentlakásos otthonának karácsonyi ünnepségét. Ezt követően egy-egy csillagszórót gyújtottak az intézmény és a város vezetői, majd egy lakó mondott köszönetet. Eljött a nap, amit várva vártunk, iba a kisgyere Jézus fönnragyog, a Jézuska karácsonyfáját elhozták a harkaszálló angyalok. Köszönjük néked, kis Jézus, hogy te itt vagy velünk, és szeresd ezt a nagy családot, édes jó Istenünk. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek. Az ünnepség a nagy teremben folytatódott, ahol Hisz György polgármester hangsúlyozta, fontos, hogy szeretetben éljük meg a karácsonyt. És örök, akik kiszakadtak otthonról, én nagyon remélem azt, hogy itt az otthonban, kedves kollégák, nővérkék segítségével azért csak otthonra találtak, és csak szeretetbe, békébe tudják itt a családtól távol ünnepelni. Maga Piroska intézmény vezető elhelyezte saját díszét a karácsonyfán, és ezzel kívánt áldott ünnepeket. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy őrizzék meg szívüknek ezt a szeretetét, egymás felé irányuló szeretetüket, és ígérem, hogy mi is azon leszünk valamennyi kollégámmal együtt, hogy viszonozzuk azt, és megszépítsük az önök életét. Majd egy zenés összeállítással, valamint sólámpával és házi készítésű szappannal ajándékozták meg az intézmény lakóit az ünnepség végén. Az NB2-es röplabda bajnokságban az év utolsó mérkőzését játssza a gyöngyösi röplabda első csapata. A sárga-kékek hazai pályán szombaton a Debrecen ellen lépnek majd pályára, tudtuk meg Farkas László játékos edzőtől, aki egyben elmondta, jó tanuló szezon volt az első fél év, melyet győzelemmel szeretnének zárni. Én úgy gondolom, hogy majdnem minden úgy sikerült, ahogy elterveztük. Mi, mint kis csapat, megfelelő szinten minden mérkőzésünkre ki tudtunk állni. Aztán azt a játékerőt még nem tudjuk képviselni, amit igazából tudunk, de remélem ebbe fejlődünk. Az utolsó fordulóban ki lesz az ellenfél és mire számítasz? Ez igazából egy nagy rivális jön hozzánk, a debreceniek, akik pénzügyi őrnéven futnak. Ugye velük tavaly is játszottunk a regionális bajnokságban, mindig ilyen szoszos meccs volt, tehát hol ide, hol oda volt. Én nagyon bízom benne, hogy itthon egy meglepetést tudunk csinálni, és behúzzuk ezt a mérkőzést. Aztán ez egy jó évzárás lenne a csapatnak. Az edző az utolsó fordulóban a rutinos játékosokra számít elsősorban, de vélhetően a fiatalok is kapnak majd szerepet. Én úgy gondolom, hogy az első játszmában mindenképp a megfelelő rutinos játékosokkal fogunk felállni, és utána fogunk majd változtatni ebben is. A fiatalok közül az ifjúsági tornákon remekül szereplő Dudás Bálint játékára is sor kerülhet. Így van, ez igaz, én is játszok a felnőtt meccseken is. Ez a bajnokság, ez nagyon jó indítás a felnőtt meccsekhez. Vannak olyan csapatok, akik még a felnőtt csapatok között is megállnák a helyüket, szóval ez mindenképp előny. Mindenképpen nagyon készülünk, amennyire csak
lehet, amennyire tudunk, készülünk rá, és győzni szeretnénk. A gyöngyösi röplabdása a szezonzáró mérkőzését szombaton 15 órakor a Váhi Nagy Károly tornacsarnokban rendezi, melyre a belépés díjtalan, szurkolni viszont kötelező. Mintegy 63 ezer pályázat érkezett az Otthon Melege pályázatra. A háztartási nagygépek cseréjére meghirdetett program eredetileg 600 millió forintos keretösszegét az óriási érdeklődésre való tekintettel 2,6 milliárd forintra emelték. A három éve futó programban az energiahatékony hűtő vagy fogyasztókészülékek, mosó és szárítógépek beszerzése évente mintegy 10 milliárd forintnyi megtakarítást eredményezett a háztartásokban. Emelkedik jövőre a munkáltató által 5 évig adómentesen nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás az országgyűlés korábbi döntése értelmében. Ez azt jelenti, hogy a juttatás a foglalkoztatás első 2 évében akár a minimálbér 60%-áig, az ezt követő 2 évben a minimálbér 40%-áig, az albérleti díj térítésének utolsó 5. évében pedig 20%-áig terjedhet majd 2018. január 1-től. Fontos, sokakat érintő újdonság az is, hogy az adómentes juttatás határozott idejű munkaszerződés, sőt munkaerőkölcsönzés esetén is igénybe vehető lesz. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban. Biztos jövőkép Valaska József tanácsadó szerint. 15%-kal drágul a tömegközlekedés jövőre. Karácsonyi ünnepség az idősek bentlakásos otthonában. Az aktuálist látták pénteken, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A hétvégén Tallózóval, hétfőn pedig újra friss hírekkel jelentkezünk. A viszontlátásra!